Első előadónk Títh Zoltán, aki a DNS szerverek működéséről fog előadást tartani. Köszönöm. Hát sziasztok! Fritz Zoltán vagyok, és a Balabitnél dolgozom. Ezt az előadást a DNS szerverek működéséről szeretném tartani. Kezdjünk is neki. Először szeretnék beszélni, elmondani, mi is az a DNS szerver, de ezt gondolom nagyon sokan tudjátok már. Bemutatnám, hogyan történik a DNS névfeloldás, root szerverekről, reverse domainről és pár szolgáltatás típusról szeretnék pár szót ejteni. Majd a vége felé szeretnék pár szót mondani a DNS szerverek biztonsági kérdéseiről, az Anika szerverekről, hogyan lehet őket beüzemelni, a DKIM-ről és az SPF-ről és a DNS-ekről is szeretnék pár szót mondani. Hát nézzük. Ugye a DNS szerver a Domain Name System rövidítése. Ez egy robusztus, elosztott hierarchikus adatbázisrendszer, amit még a DARPA talált ki azért, hogy a saját e-mail szervereiknek a címét könnyen, domain név és e-mail címét könnyen össze tudják rendelni. Viszont szerencsénkre nagyon jól sikerült ezt megoldani. Tulajdonképpen én azt mondom, hogy egy zseniális elosztott adatbázis rendszerről van szó itt tulajdonképpen, és egyetlen egy feladata van, ez eredetileg egyetlen egy feladatra találták ki, hogy a domain neveket és az IP címeket összerendezze, és hogyha megkérdezzük tőle, hogy egy domain névnek mi az IP cím, és fordítva azokra meg tudja adni a választ. Ugye a domain nevek ponttal vannak elválasztva. Két nagy csoportra tudjuk a domain neveket, a TLD-ket osztani. Az egyik az általános TLD-k, ilyen a com, az org, net és az összes többihez hasonló, illetve az országszintű domain nevek. Nagyon fontos, hogy a domain neveknél a TLD-k, tehát például a com végén található pont, az egy a szerves részét képezi a domain neveknek. Igazából az reprezentálja ott fönn a csúcsponton a root szervereket. Ők azok a szerverek, amik megmondják, hogy az adott TLD-k feloldásáért szereplő szerverek hol talál, milyen IP címen találhatók. Igazából ezek a szervereknek az IP címei minden DNS szerverben konfigurációként hozzáadják. Természetesen ezeket le is lehet kérdezni, és frissíteni kell. Hogyan történik a névfeloldás a DNS szerverek esetén? Amikor mi szeretnénk egy domain névről megtudni, hogy mi az IP címe, és ezt megkérdezzük egy DNS szervertől, akkor hogyha erről nincsen semmilyen információja, akkor először megkérdezi, vegyünk ezt a példát, ez a brotherbalabit.hu doménről volna szó ebbe a példában, akkor ő először megkérdezi egy root szervereket, hogy hol van a hu.doménér.tld-ér felelős DNS szerverek IP címei. Ha erre megkapja a választ, akkor megkérdezi attól a DNS szervertől, hogy a balabit.hu-ért felelős DNS szerver hol található, ha ez is megvan, és megvan a balabit.hu doménér felelős DNS szerver, akkor tőle fogja megkérdezni, hogy pontosan a doménnek mi az IP címe. Hát a root szerverek a világon körülbelül
ennyien vannak. Én úgy tudom, hogy kb. 377 darab root szerver van elhelyezve a világon. A root szervereket A-tól nagyon még nevezték el. Ezek mindegyik, tehát egy-egy betűvel jelölt típusú root szerver valamilyen különböző funkciót lát el. Ezek között van single instance-os root szerver, illetve anycast-os módban működő kis. Na nézzük meg, hogy a reverse domain az tulajdonképpen micsoda. Amikor mi szeretnénk megtudni, hogy egy doménnek, doménhez tartozó IP címhez milyen domén tartozik, akkor igazából egy reverse domaint kérést kell küldenünk a DNS szerverektől. Ez igazából az egyszerűsített formája az, hogy megkérdezzük egy program segítségével, történetesen mondjuk a DIG segítségével, hogy mi ez az IP, ez az IP címhez milyen domén tartozik. Viszont, hogyha még közvetlenül szeretnénk a DNS-től egy adott rekordot megkérdezni, akkor már egy kicsit másképp, más formában kell ezt neki feladni. Történetesen az IP címeket fordított sorrendben kell felsorolnunk, pont el elválasztani, és a végére oda kell tenni az inadr.arpa.pont nevet, és egy PTR rekordot kell tőle kérdezni. A példában látható, hogy mi megkérdeztük a www.balabit.hu-nak az IP címét, arra kaptunk egy választ, és hogyha annak megkérdezzük a reverse doménját, akkor már egy másik domént kapjuk. Ez igazából abból adódik, hogy valószínűleg a www.balabit.hu-s IP cím egy alias a brother.balabit.hu-s doménre, és igazából a brother.balabit.hu és a hozzátartozó IP cím van egyértelműen összerendelve, a www csak egy link a brother doménre. A DNS szerverek igazából négy fajta szolgáltatás típussal rendelkeznek. Ezek a szolgáltatás típusok különböző funkciókat takarnak. A legtöbbet használt szolgáltatás típus az a rekurzív vagy keselő DNS, ugyanis a DNS szerverektől, ha megkérdezünk valamit, akkor a lokális gépen, aki éppen kérdezte, illetve hogyha ezek a DNS szerverek egymástól kérdezgetnek információt, hogy feloldjanak egy adott doménnevet, akkor a válaszokat elkeselik abból a célból, hogy később gyorsítsák a válaszadást, illetve terhelésmentesítsék a többi DNS szervert. Ezek a rekurzív vagy DNS cache szerverek tulajdonképpen majdnem minden gépen megtalálhatók a lokális gépünkön, és azt a választ, amit egy DNS kérésre kapnak, azt egy adott ideig tárolják. Ez az idő a DNS szerver zóna fájlában van egyértelműen meghatározva. A másik típus, az a függvénykönyvtár, ez minden, majdnem minden DNS szerver tartalmaz egy ilyen funkciót, abból a célból, hogyha mi kérdezünk egy, tehát valamelyik program szeretne feloldani egy DNS nevet, akkor rendelkezésre álljanak azok a függvények és eljárások, amik ezt lehetővé teszik, és ne kelljen minden programban külön implementálni valamilyen módon ezt a funkciót. A zóna transfer az egy érdekes szolgáltatástípus, arra találták ki, hogyha a DNS szervereket master és slave funkcióba kötik egymással,
akkor a slave szerverek le tudják kérdezni a master domain DNS szerverektől egy adott zóna teljes tartalmát. Ez igazából egy tükrözést jelent a zóna tartalmára. Egy adott doménnek egy darab master szervere lehet, viszont akármennyi slave szervert állíthatunk hadsorba. A kettő közötti kommunikációt egy ilyen AXFR nevű transfer funkcióval látják el. A negyedik típusú szolgáltatás, ez az autoratív DNS szolgáltatás típus. Igazából, amikor egy doménről egy DNS információt szolgáltat, vagyis autoratív arra a DNS doménra nézve, akkor tehát autoratív egy DNS-re nézve, akkor ő mindig azt mondja, hogy ő tuti, biztos az az információ, amit ő arról tud. És ezt a kliens mindig el is hiszi. A domain név szerver egy adott zónáról, ha rendelkezés, tehát ő kiszolgál egy domain nevet, akkor ő abból a szempontból mindig autoratív. Nézzünk pár a DNS szerverek ellen indított lehetséges támadástípust. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogyha a DNS szerverek megállnak, vagy probléma adódik a működésbe, akkor gyakorlatilag az egyszerű felhasználó szempontjából olyan, mintha az internet megszűnne létezni. Ezért ezeket a szervereket nagyon védeni kell, ezért van belőlük nagyon sok. Ugye, amit az ábrán, korábbi ábrán vetítettem, azok csak a root szervereket jelentik. Ezeknek az információit és az egyes domain neveket tartalmazó zónafájlokat minél több helyre és példányban szokták tükrözni. Azért, hogyha egy adott szerverrel valami probléma adódjon, akkor se álljon meg a szolgáltatás. Amikor mi szeretnénk regisztrálni egy domain nevet valamelyik regisztrátornál, akkor alapvető elvárás az, hogy minimum két DNS szerverbe helyezzük el ezt a domain névre vonatkozó összes információt, de inkább ennél több, illetve még az is jó, hogyha ezek teljesen különböző helyen, fizikai helyen találhatóak. A hackerek igazából előszeretettel támadják a root DNS szervereket, illetve az összes többi valamilyen doménér, fontosabb, népszerűbb doménér, domént kiszolgáló DNS szervert, azért, hogy a felhasználók kéréseit ne az eredeti szerverre irányítsák, hanem arra, amit ők szeretnének, amin valamilyen kártékony dolgot, amelyik szerveren valamilyen kártékony dolgot szeretnek művelni. Ezért nagyon sokféle támadástípust találtak ki. Az első a poisoning, ami a cache mérgezést jelenti. Ez tulajdonképpen azt akarja, hogy valahogy elhitetjük egy root szerverrel, illetve cache-elő szerverrel, hogy nem az eredeti IP címet kell válaszolnia egy adott kérésre, hanem azt, amit a hackerek szeretnének. Erre különböző technikákat alkalmaznak. Igazából
Nézzünk néhány más támadástípust is. A következő, mondjuk a DNS spoofing, amikor egy adott kérésre, tehát DNS szerverhez nyújtott kérésre megpróbálnak előbb válaszolni a kliens számára egy hamisított IP címmel. Ezt viszonylag nehéz kivitelezni, mert ez ellen a DNS szerverek nagyon jól védekeznek, persze nem lehetetlen. Többféle védekezési technikájuk van, például, hogy a DNS szervernek nyújtott kérésbe általában beszórnak egy HANS nonce nevű azonosítót, amit a szervernek vissza kell, hogy küldjön. Ha ez az azonosító, ez egy 16 bites azonosítót jelent tulajdonképpen, ha ez nem szerepel a válaszban, akkor a kliens nem fogja elfogadni. Az, hogy ezt hogyan tudják kivitelezni, például azokat a DNS szervereket, amik válaszolnának a mi kérésünkre, mondjuk DOSZ támadás alá vetik, ezért a válasz lassabb lesz, és lehetőségük van hamarabb elküldeni a válaszukat. Harmadik féle támadástípus, amikor valamilyen hamis DNS szervert állítanak be. Ez egy nagyon érdekes, mert hogyha én kiteszek az internetre egy DNS szervert, és azt mondom, hogy ő felel mondjuk a google.com IP címről, akkor a DNS, az összes kérés, ami hozzá befut, arra a mi DNS-ünk azt mondja, hogy ő autoratív az a doménre nézve, és minden kliens, aki tőle fogja kérni a google.com IP doménhez tartozó egyik IP címet, az teljesen jogosan el is fogja fogadni. Na most ezt kivitelezni elsősorban a cache mérgezéssel lehetséges. Ugye itt már kétfajta támadástípus van egyszerre. Azt tudnunk kell, hogy a DNS szerverek elsősorban UDP csomagokkal kommunikálnak, ami igazából azt jelenti, hogy a kliensek küldenek neki egy választ, kérést, és a DNS szerver valamikor arra válaszolni fog. Hogyha ezt a választ kell megfelelően igazából védenünk. Létezik egy következő típusú támadás, ez a secondary és a primary, tehát a master vagy a slave szerver közé épülnek be, vagy próbálnak beépülni. Ilyenkor a slave zóna fájlát próbálják meg valamilyen módon on the fly, tehát transfer során megváltoztatni. Létezik ugye a DOS támadás, amikor megpróbálják valamilyen szinten elérhetővé tenni az eredeti népszervereket, mondjuk a fölötte levő négy valamilyen támadás típus kivitelezése céljából, illetve még létezik egy DNS hijacking nevű támadás típus, amikor igazából egy ilyen csali glue rekordot szúrnak be, próbálnak be meg beszúrni a DNS szerver adott rekordjából, rekordja helyére, és igazából ezekkel a támadás típusokkal, tehát például a DNS hijacking-el, a man-in-middle támadással, hamisított DNS szerverekkel, a poisoninggal és ugye a DNS spoofinggal elsősorban azokat a DNS szervereket támadják, amik valamilyen keselő információkkal, tehát keselő funkcióval látnak el, abból a célból, hogy a válaszok gyorsabb legyenek.
gyorsabbak legyenek. Maga a DNS szerver hálózat igazából pont amiatt, mert elosztott, és ezek az információk, amikkel rendelkeznek a zónafájlokba, nagyon sok helyen megvan, egy-egy adott DNS szerver kiesése vagy leállása igazából nem okoz komoly problémát a teljes rendszerre nézve, maximum egy adott területen azokért a klienseknek okozhat fennakadást, amik ahhoz egy adott DNS szerverhez szólnak. A probléma akkor van igazából elsősorban, amikor nem valódi, tehát a megtámadott DNS szerver nem valódi információt szolgáltat egy adott kérésre nézve, hanem valamilyen hamisítottat. Hogyha nem elérhető egy adott DNS szerver, akkor a kliens egy másik DNS szerverhez fog fordulni, és ez azért működhet, mert tulajdonképpen minden operációs rendszerben minimum két DNS-nél szervert vesznek fel. Azonnal pont ezeknek a hibáknak a kiküszöbölése érdekében. Nézzük meg, hogy hogy néz ki egy zónafájl. Ahhoz, hogy értsük, hogy mit is csinál tulajdonképpen egy DNS-szerver. A DNS-szerver bejegyzéseinél különböző erőforrás rekordokat tart nyilván. Van az A, amely egy IP címet takar, a 4A az IPv6-os címet fog tartalmazni, az NS az egy name-szervernek a címét, a SOA rekord írja le tulajdonképpen a zónáról, hogy milyen paraméterekkel rendelkezik. Van MX, ugye, ami mail-szerverre, CNAME az egy link, TXT meg teljesen szabadon választott valamilyen szöveges információt tartalmazhat, ami például a, mondjuk ott a következő három resource record használ, ami a DNS-szeknek megfelelő resource rekordokat tartalmazza. Ugye tartalmazza, hogy a zóna, a SOA rekord, hogy mi a domain, tartalmazza az ő name, tehát magának a name szervernek a nevét, és egy e-mail címet, amit érdekes módon a felhasználónév után nem kukaccal, hanem ponttal kell folytatni. Nagyon fontos, hogy a doménnév után nem tesszük ki a pontot, akkor a DNS szerverek általában azzal a doménnel fogják kiegészíteni azt a szöveget, ami a SOA rekordban szerepel. Tehát, hogyha én ott az SOA rekordnál egy www-t pont nélkül teszek, akkor az tulajdonképpen www.example.com-ot fogja jelenteni. Ha oda teszek egy pontot, akkor ott vége van a doménnek. A SOA rekord miért tartalmaz pár fontos információt a replikációval, tehát a master-slave kommunikációval kapcsolatban. Az első egy serial number, ami tulajdonképpen egy azonosító arra nézve, hogy változott-e a zóna fájlunk. Igazából ezt a slave szerverek csak innen tudják, hogy módosult-e a zóna fájl vagy nem. Következő érték az egy frissítés érték, hogy a slave szerver mennyi időnként frissíti a masterről a saját zóna információt. A következő az az update, tehát a retry, amelyik ennyi időnként próbálkozik majd frissíteni, ha először nem sikerül. Az expiry az ennyi ideig fogja keselni a slave szerver azt a zónát, amit a masterről letöltött. Ha ennyi idő után nem tudja frissíteni, akkor ő úgy tekinti, hogy az a zóna nem létezik, és nem fogja kiszolgálni a rá vonatkozó kéréseket. Illetve az utolsó, az egy érdekes, az a NX doménnek az ideje. Igazából ez egy negatív TTL értéket jelent.
ha egy domain kérésre a DNS szerver nem tud válaszolni, tehát nem tudja feloldani azt a kérést, akkor ő azt az információt elraktározza, keseli, és pontosan ennyi ideig fogja mondani arra vonatkozólag, a doménre vonatkozólag, hogy az nem létezik. Egy DNS szervernél kétfajta válasz van. Vagy meg tudja mondani azt, hogy az a doménnek mi az IP címe, vagy NX domain mond rá, vagyis azt mondja, hogy ő nem tudja. Olyan, hogy nincs válasz, olyan nem létezik a DNS szerverek tekintetében. Ez majd érdekes lesz a DNS-ek esetében. Illetve, ugye vannak, nézzük, tehát az A rekordról már meséltem, és van egy Glue rekord, amelyik egy olyan rekordot tartalmaz, ami egy adott zónába, ami igazából nem ahhoz a doménhez tartozik. Vannak olyan szituációk, amikor erre szükség van, például a root szerverek tekintetében. Igazából mindegyik DNS szerverben föl vannak sorolva a root rekordok, azok valójában egy glue rekord, és akkor szokták el használni, amikor semmilyen mód nincs arra, kiderít mód arra, hogy megmondjuk, hogy egy domain név ér melyik DNS szerver felel. Igazából az szakirodalom azt mondja, hogy ezt kerülni kell. Például ezzel a glue rekorddal is lehet játszani a DNS támadások esetében, ugyanis egy aliaszon keresztül ezzel be lehet csempészni egy adott keselőném szerverhez egy doménért felelő DNS szerver IP címét, amit igazából egy eltérítést jelent. Azt hiszem bele kell, hogy hozzak a dolgokba. Hogyan lehet védekezni ezek ellen a támadások ellen? Ugye az első lehetőség, hogy megfelelő irányokba, tehát egy DNS szerver kéréseit megkülönböztetjük abból a szempontból, hogy honnan érkezik a kérés. Olyan helyről érkezik a kérés, amit mi nem tartunk megbízhatónak, akkor megtehetjük azt, hogy más választ fog adni a DNS szerver, mint hogyha egy megbízható irányból jönne. Akkor nonce használatára már tettem említést. Ugye korlátozhatjuk a hozzáférést IP címről és gyakoriság tekintetéből. Létezik egy érdekes támadástípus, régebben lehetséges volt, hogy a DNS szervereket saját magukkal doszoljuk le. Ez abból adódhatott, hogy mindegyik DNS szerver től meg lehet kérdezni, hogy ő milyen információkkal rendelkezik a root DNS szerverek tekintetében. Ennek az információnak a nagysága néha eléri az 1 kilobájtot is. Normál esetben egy DNS kérés pár 10, pár 100 bájtot jelent. Hogyha hozzáveszünk, hogy az UDP, tehát a DNS szerverek UDP-n kommunikálnak elsősorban, és mivel az UDP nem igényel készszolgásos kapcsolatfelépítést, nagyon könnyű elérni IP cím hamisítással, hogyha én megkérdezek egy DNS szervertől a root szerver IP címét, akkor egy hamis IP-vel küldöm el a kérést. Ennek hatására a DNS szerver arra szerverre fogja irányítani a válaszát, amilyen IP címet én meghamisítottam. Hogyha ezt nagyon sok helyről intézem, akkor a DNS szerverekkel viszonylag könnyű DOSZ támadást intézni bármilyen szerver tekintetében. Ez ellen például úgy védekeznek, hogyha egy helyről nagyon sokszor kérdezik le a root szervereket, akkor egyszer nem fog válaszolni
a DNS szerver. Akkor van az EnIKAS DNS használata, ami igazából arra jó, hogy ugyanazzal az IP címmel több szerver tartok üzemben az interneten, és igazából a dinamikus routingot kiszolgáló hálózatok felelnek azért, hogy mindig a hozzám legközelebb eső DNS szervertől kapjam meg a választ. Ez azért jó, mert hogyha egy adott, mondjuk hozzám legközelebb eső DNS szerver, bocsánat, kiesik a működésből, akkor a routing hálózat egy másik DNS szerverhez fogja irányítani, ami ugyanazokkal az információkkal rendelkezik. Illetve van a DNS-szek, ami igazából egy biztonsági kiterjesztése a DNS szervereknek, visszamenőlegesen teljesen kompatibilis az eredeti elképzelésekkel. Nézzük meg, hogy az EnIKAS-t DNS szerverek hogyan is működnek. Ugye azért jó az EnIKAS, mert megfelelő biztonságot nyújt, ugyanis ugyanabból a szerverből, ugyanazzal az IP címmel többet tudunk üzemeltetni, megfelelő terheléselosztást biztosít, tehát a routing hálózatot kihasználva, mondtam, mindig a hozzánk legközelebb álló DNS szervertől kapjuk meg a választ, illetve hogyha kiesik egy, akkor a routing hálózat segítségével egy ugyanolyan tulajdonságú szerverhez küldődik a kérdés. Hogyan is épül föl? Kliensgépen a DNS-szervernek egy adott IP címe megvan, be van állítva. A routing hálózat eldönti, hogy melyik a hozzánk eső legközelebbi DNS-szerver, és a megfelelő routeren keresztül eljut hozzá a kérés. Ezeket a DNS-szervereket igazából annyiban kell különbözőképpen beállítani, hogy kell rendelkeznie egy valódi IP címmel, ugye igazából ezzel menedzselik magát a szervert, és a DNS szervert egy másik interfész EnIKAS-os IP címére kell felhúzni. Ezt a szakirodalom azt mondja, hogy javasolt a loopback-nek valamilyen aliaszára felhúzni, és maga a routing fogja megmondani, hogy melyik szerverhez kell pontosan elküldeni az IP címet. És hogyha ez megvan, igazából a DNS-szerver már EnIKAS-ként működik. A nehéz az egészben az, hogy ezeket nagyon komplex módon lehet csak adminisztrálni, hibát keresni, javítani. És ugye a dinamikus routing hálózatokat nem egyszerű üzemeltetni, se tudásba, se pénzbe, se időbe. Szerintem ezt gyorsan átugorjuk. A TXT rekord, itt arra szerettem volna kitérni, hogy a TXT rekordokat mire lehet használni. Régen nagy divat volt az anti-spam megoldásokhoz, DNS-ben mindenféle információt elhelyezni, arra vonatkozólag, hogy egy domain, egy adott e-mailről ki tudjuk deríteni, hogy a megfelelő mail szerver küldte. Erre az első például a Sender Policy Framework, amelyik viszonylag elterjedt. A második a Sender ID, ami egy kiterjesztése az SPF-nek, ezt úgy tudom elsősorban Microsoft favorizálta, illetve egy jobb megvalósítás, ami már igazából kulcsos ellenőrzésen alapul, a DKIM. Az SPF-et és a Sender ID igazából egy
tasty resource record megfelelő kitöltésével lehet működtetni, és a mail szerver, amikor jön hozzá egy levél, ezeket ellenőrzi, és ezek alapján tudja eldönteni, hogy szerint az a mail az spam vagy nem. A DKIM igazából hasonlóképpen működik azzal a kitétellel, hogy ott hasheket és publikus kulcsokat használnak arra nézve, hogy egy adott rekord nem-e hamisított a mail adott fejlécében. És akkor térjünk ki a végén a DNS-ekre. Ugye a DNS-ek egy kiterjesztése a DNS működésére, abból a célból, hogy az autentikusságot megőrizzék, tehát csak azt biztosítja, hogy egy adott válasz az valódi-e vagy nem. Azt, hogy ez plaintextbe vagy titkosítva történik, azért ő nem felel, és nem is akar ezzel foglalkozni. Ezt a funkciót igazából kulcspárokkal, publikus és titkos kulcspárokkal oldja meg, és a működése egy bizalmi láncon alapul, ami gyakorlatilag a root szerverekből indul ki. Viszonylag egyszerű bekonfigurálni, ugyanis léteznek már olyan túlok, amelyik gyakorlatilag egy létező zónafájlra ráfutatva elkészítenek minden szükséges kulcsot, aláírt zónafájlt, rekordokat, és ezeket gyakorlatilag csak hogy egy az egybe ki kell cserélni a DNS szerverbe, és onnantól, hogyha a DNS szerver rendelkezik ilyen funkcióval, az már működni fog. Négy fajta resource recordot használ. Az első az a DNSKEY, amelyik egy olyan publikus kulcsot tartalmaz, amivel az aláírt resource-ot lehet ellenőrizni. Maga az RRC, amelyik az aláírt resource-ot tartalmazza. A DS az egy olyan publikus kulcs, amivel az DNSKEY rekordját lehet ellenőrizni, ez a bizalmi lánc működéséhez szükséges. És egy érdekes dolog, ez az NSEC vagy NSEC 3, amelyik az NX domain hitelesítésére vonatkozik. Ez azért érdekes, ugyanis, hogyha egy domain nem létezik, és DNS-eket használnak, akkor az üres választ azt nem lehet titkosítani. Ezért a DNS-eknél kitalálták azt, hogy amikor NX domaint kell küldeni, akkor ezt beállítják egy megfelelő paraméternél, hogy ez egy NX domain legyen, de hogy ezt hitelesen tudják mondani, a zónafájban, tehát a kérdezett domain zónafájlában ABC rendben rendezik az egyes domain resource rekordokat, és a kérdezett domain előtti, meg ABC-ben előtti, meg utána levő domain rekordját fogják elküldeni, és onnan tudja majd, hogy a kérdező, hogy az a domain nem létezik, hogy a kettő között nem lesz benne a válaszban az a domain, amit mi kérdeztünk. És ezt egy ilyen NSEC technikával oldják meg. És szerintem végeztem is. Köszönöm szépen a figyelmet. Ha valakinek volna kérdése, mert egy kicsit elszaladt az idő, az előadás után szívesen válaszolok neki. Köszönöm.